elengedhetetlennek tart szerintem minden fogorvos, hogy az asszisztensnő megfelelően tudja a munkafolyamatok egymás utánját, illetve az anyagtani hátterét, minimális kémiáját az adott eljárásoknak, anyagoknak, ennek megfelelően sokkal könnyebben tud nekünk segíteni, és szinte már előre ki van készítve a következő lépéshez szükséges anyag vagy eszköz. Olyan légkört, illetve olyan oldott hangulatot tudjon teremteni a rendelőből, hogy akár már a megérkezéskor is tudja egy picit oldani a páciens feszültségét, illetve a kezelések között is amennyire lehet próbálja felettetni, hogy az illető egy fogászati rendelőben ül. Nem volt teljesen idegen a fogászat területe, én is jártam rendelőben, nekem is kezelték a fogamat. Jó döntés volt, hogy ezt a szakmát választottam. Nagyon szeretem a munkámat, és nagyon szeretek emberekkel foglalkozni. Ami az én szívügyem, az a prevenció területe. Én rengeteg lehetőséget látok a prevencióban, és az motivál leginkább, hogy nagyon sok ember nincs tisztában a megelőzés jelentőségével. Nem csak egy papírt kaptam, hanem használható tudást és gyakorlatot is.